A felkészülés 6. hetében jár a Kisvárdai női kézilabda csapat. Rácz Sándor szakmai igazgató irányításával az első időszakban az alapokat rakta le az NB1-be újonca, majd 3 felkészülési tornán is pályára lépett az együttes. Hajdúnánáson 6 csapat közül, Budapesten 8 csapat közül végzett a második helyen a Várda. Az elmúlt hétvégén Orosházán egy 6 csapatos tornán szintén a második helyet szerezte meg a KKC. Itt csapatot kell kovácsolni, nem titok, hogy 5 nációból. Mi azt a metódust követtük, hogy nem a Budapest és a Győr lepattanó és maradozó játékosait szedjük össze, hanem a határadta közelségek révén lesznek szlovák játékosaink, van Ukrajnából játékosunk, van szlovén, román, még nem zártuk le tökéletesen a keretet, és nyilván magyar játékosok, helybéli játékosok, és azok közül is fiatalok, idősek egyaránt. Én úgy gondolom, hogy nem kívánok senkit kiemelni, és mindig hangoztattam, hogy nálam a sztár a csapat. Emellett nyilván örülünk annak, hogyha egy-két játékosnak sztár értékű teljesítménye születik egy-két meccsen, az nagyon jót jelent. Szerintem érdemes lesz odafigyelni erre a csapatra, komoly jövő áll előtte. A bajnokság a jövő hétvégén rajtol az NB1-B keleti csoportjában. A Kisvárdai KC a nyitófordulóban szeptember 13-án a legutóbbi ezüstérmes Kecskemétet fogadja.